A gyerekek munkáit kategóriánként és korcsoportonként díjazták, de a győztes pályamunkák mellett valamennyi pályázót ajándékkal jutalmazták meg a szervezők. A hétfőn délelőtt tartott eredményhirdetésen és díjátadón a nyíregyházi VMKK-ban. Petró Árpád, az EAH Nonprofit Kft. Cégvezetője elmondta, az ő feladatuk a szolgáltatás biztosítása, azonban az edényzetek megfelelő használata és a környezettudatos hozzáállás is kell a hatékony szelektív hulladékgyűjtéshez. Úgy gondoljuk, hogy már gyerekkorban kell, hogy találkozzanak a gyerekek a környezetvédelemmel, a szelektív hulladékgyűjtés fogalmával, a hulladékgyűjtés helyes gyakorlatával. Az, hogy most megmaradjon bennük, és a későbbiek folyamán felnőttként ez rutin feladattá váljon. Ez az alkalom is egy ilyen tudatformáló, egy kis szemléletformáló tevékenység volt, amikor a gyerekek körében kiírtuk a rajzpályázatot és a versíró pályázatot, és meglepetésünkre nagyon sok pályamunka érkezett be, úgyhogy egy picit meg is nehezített a dolgunkat, mert a gyerekek annyira átélték ennek a lényegét, és olyan pontosan, precízen le tudták rajzolni, ábrázolni tudták, hogy mi is az a környezetvédelem, és mi is az a szelektív hulladékgyűjtés, hogy nagyon megnehezített a dolgunkat akkor, amikor ki kellett választani a legjobbakat. Úgyhogy jók között is vannak legjobbak, ezért elbíráltuk korosztályonként a pályamunkákat. A cégvezető hozzátette, ezzel is tettünk egy lépést a környezetünk megóvása érdekében, így a gyermekek a felnőtté válás folyamán ismét találkozhattak a környezetvédelem kérdésével. Jászai Mennyhert alpolgármester a megnyitón hangsúlyozta, a gyermekek által így a családok életében is szemléletváltás megy végbe, és a legnagyobb eredmény, hogy ezáltal kialakulhat a hulladékgyűjtés jó gyakorlata. A jó dolgok azok mindegyik kiskorba kezdődik. Nagyon fontos a szemléletváltás, hogyha a felnőtt társadalomban pozitív eredményeket akarunk elérni, akkor minél kisebb korba kell elkezdeni a szemléletváltást, hiszen majd a gyerekek, az unokák, a gyermekeink fognak bennünket figyelmeztetni arra, hogy mi a helyes cselekvés, hogy a berögzült rossz szokásainkat mondjuk a hulladékgyűjtésnél elfelejtsük, és szelektív módon tudjuk gyűjteni a hulladékot. Én azt gondolom, hogy azon túl, hogy a gyerekeknek egy élményt ad, egy feladatot, ők maguk is átgondolják, hogy mi a probléma, mi lehetne erre a megoldás az ő maguk szintjén, de utána hazaviszik a rajzot, elmondják apának, anyának, és beépül a családnak a mindennapi életébe a szelektív hulladékgyűjtés, ez a legnagyobb eredmény. A díjátadó ünnepségen azaz iskola és óvoda is külön díjat kapott, amelyből létszám arányosan a legtöbb pályamunkát nyújtották be a gyerekek. Ezen túl a közönség szavazás során legtöbb kedvelést elnyerő pályamunkák is külön díjazásban részesültek.